Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Elérkeztünk az úgymond hetedik parancsolathoz, ez ugye Semot másik Mózes 20-as fejezet, 14-es vers, ne paráználkodjál, míg 5 Mózes Deberim 5-ös fejezet, szintén azt írja 18-as vers, és ne paráználkodjál. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri az eredeti szövegezését az írásnak, és hogy valójában mit is ír ez a parancsolat, azonban azt el kell, hogy áruljam, hogy itt nem a paráználkodásról van szó, hiszen akár az angol verziót is megnézzük, ugye Thou shalt not commit adultery, ami házasságtörés, és nem paráznaság, és a kettő nem ugyanaz, ugyanis a szó, amit találunk, az a na'af, ami Strong's H, 5003. Na'af. 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 Ige, ami annyit tesz, hogy házasságtörést elkövetni. És általában férfiról van szó. Mindig valakinek a feleségével. Mindig valaki más feleségével. Még egyszer elmondom. Házasságtörést csak valaki más feleségével lehet elkövetni. Meg fogjuk nézni ezt a későbbiekben, én tudom, hogy ez egyáltalán nem egyezik azzal, amit a legtöbb ember gondol, vagy hisz, vagy vélt. Ezzel kapcsolatban azonban nagyon fontos, hogy mindenki megértse azt, hogy a szó, amit itt használ, naef, ne kövesse házasságtörést, és nem paráznaságról beszél, ez az egyik. A 10 parancsolatban nem szerepel a ne paráználkodj, attól függetlenül, hogy természetesen egy parázna életmóddal nem kerülhet valaki a királyságba. A lényeg azonban az, hogy a 10 parancsolatban nincs benne az, hogy ne paráználkodjál. Ez az egyik. A másik pedig a héber szó naef, ami azt jelenti, hogy ne, vagyis hogy házasságtörést elkövetni. Házasságtörést mindig valaki más feleségével lehet elkövetni, hiszen ez a házasságtörésnek a definíciója. Ha megnézzük a naef szót a Strong's szótárban, akkor látjuk azt, hogy ez házasságtörés jelent, és nem paráznaságot, mint ahogyan a magyar fordításban benne van. Naef házasságtörésre utal, nem pedig paráznaságra, attól függetlenül, hogy átvitt értelemben azt is jelenti, hogyha valaki spirituális házasságtörést követel, úgy, mint báványimádás. És még annyit hozzátennék, hogy még a Strong's definíció is közli azt, hogy nő, aki a házassági szerződést megszegi, hiszen házasságtörést csak házas nővel lehet elkövetni. Ha megnézzük a héber kádeusi lexikont, akkor ugye azt látjuk, hogy házasságtörést elkövetni, tehát ez a szó nem paráználkodás jelent, hanem házasságtörést elkövetni, akár férfi, akár nő, ugye mindkettő el tudja követni. A lényeg azonban az, hogy, hogy a nőnek házasságban kell lennie ahhoz, hogy a házasságtörés definícióját kimerítse az a cselekedet, amit elkövetnek. Ha férfi házas, a nő viszont nem házas, az nem minősül házasságtörésnek az írás szerint, és
Én elhiszem, hogy ez sokakat meglepetésként ér, vagy ez hihetetlen, ez az igazság. Így határozta meg az írás magát, a házasságtörést. Itt is szintén említést tesz arról, hogy spirituális értelemben is elkövethet az ember házasságtörést, amikor más hatalmasságok istenek után jár. Szóval még egyszer villámgyors, amivel elég sok az új információ, gondolom a legtöbb ember számára. A hetedik parancsolat a 10-ből nem az, hogy ne paráználkodjál, hanem az, hogy ne kövesse házasságtörést. Ez az eredeti szó nem a paráznaságról, hanem a házasságtörésről van szó. A másik pedig az, hogy házasságtörés csak és kizárólag házas, vagyis házassági kapcsolatban élő nővel lehet elkövetni. Amennyiben a nő nem él házasságban, az az írás szerint nem minősül házasságtörésnek. Nézzünk egy példát erre, például a 3 Mózesaikra, 20-as fejezet, ahol is így ír a 10-es vers. Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivel hogy az ő fele barátjának feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Természetesen ez a szó valamilyen oknál fogva paráználkodik, minden egyes alkalommal házasságtörésre utal, ugyanazt látjuk, Naef a paráználkodik, Naef az, aki paráznaságot elkövet, és a parázna férfi Naef, és a parázna nő Naef, amiről már szó volt korábban, házasságtörés jelent, nem pedig paráznaságot, és nem tudom, hogy miért így fordította le a Károli fordítás. De ha megnézzük az Easy to Read verziót, akkor ott azon, hogy ha egy férfi más feleségével hál, akkor házasságtörést követel. Ilyen esetben mind a férfi, mind az asszony halállal bűnhődjön. Óriási különbség van a paráznaság és a házasságtörés között, hiszen a paráznaság nem halála büntetendő, míg a házasságtörés. Igen, a lényeg azonban az, hogy a két fordítás nem egyezik, úgyhogy azok, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy mit olvasunk, vagy hogy nem számít semmi, azoknak ez egy intőjel, ez nem paráznaságra utal, hanem házasságtörésre, és házasságtörést csak más feleségével lehet elkövetni. Ha a férfi házas, a nő nem, az paráznaságnak minősül, ha a nő házas, akkor a férfi akár házas, akár nem, az házasságtörésnek minősül és halállal büntetendő. Ezért írja azt, hogy ha valaki más ember feleségével paráználkodik. Nem azt írta, hogy ha házas ember valakivel paráználkodik, hanem azt írta, ha valaki más ember feleségével paráználkodik, hiszen a házasságtörés csak valaki más feleségével lehet elkövetni. A férj, ha mennyiben házas, és egy független nővel paráználkodik, akkor az nem minősül házasságtörésnek, csak paráznaságnak, idézőjelben csak. Természetesen bűn az is, azonban más elbírálás alá esik. Ugyanígy a 11-es vers, ha valaki az ő atyának feleségével hál, az ő atyának szemérmét fedi fel, halállal lakoljanak mindketten vérők rajta, hiszen ez is házasságtörés, hiszen más feleségével hál. Ha valaki az ő menyével hál, azaz a fiának feleségével, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el, vérök rajtok, hiszen ismét csak házasságtörés követett el, hiszen a fia feleségével hált. Példabeszédek 6-os fejezet szintén figyelmeztet, hogy hogyan kell a helyes úton járni. 23, mert szövétnek, azaz lámpás, a parancsolat és tudomány, világosság, életek úta, tanító feddések. Szerintem ez az egyik legfontosabb mondat, amit valaki megjegyezhet, példabeszédek Misli 6. 24-es azonban így szól, hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől. Ugye erre való a parancsolat, erre figyelmeztet, hogy ne paráználkodjál, vagy ne, a házasságot ne törd meg. Ezért fontos a parancsolat, hogy megőrizze az embert a helyes úton, akár milyen formában is közelít az ellenség. 25. Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel. 26. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre,
és más felesége drága életet vadász. Szóval a parázna asszony, ugyanis a paráznaságról van szó itt, hogy a parázna asszony miatt üt az ember egy darab kenyérre, ugye a férfit kenyérre lehet kenni, innen jön ez az idióma, és a házasságtörés az, amit utána ír, és más férfi felesége drága életet vadász. Hiszen más férfi feleségével követhetett csak házasságtörést az ember. Az érdekes az, hogy ez a parázna viszont valóban egy paráznára utal, hiszen azt akarja kifejezni, hogy a parázna asszony az nem azonos a házasságtörő asszonnyal. A parázna ez esetben a héber szó. Strong's H2181. Zana. Zana. Aminek a jelentése parázna, vagy valaki, aki paráznaságot követ el, mint ige, és ebben a formában használatos paráználkodni, paráznaságot elkövetni, paráznának lenni, vagy ha valaki úgy viselkedik, mint egy parázna, ez a szó elsődleges jelentése, vagy pedig egy prostituált. De mindenképpen a paráznaságra utal, és itt nem is használja úgy ezt a szót, mint házasságtörés. Tehát itt a parázna asszonyra utal, azonban a következő tagmondatban a más férfi feleségét emeli ki, és nem azt mondja, hogy házas emberek, hiszen ezek az emberek pontosan tudták az ige által, az írás által, hogy a házasságtörés az csak abban az esetben házasságtörés, amennyiben a nő házas. Ez a kifejezés, hogy más férfi felesége drága életet vadász, ez ugye arra utal, hogy a házasságtörés az halálos bűn, a más, ez a szó, hogy más férfi felesége, pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H802. Isha. Isha. Isha, ami 425 alkalommal feleségként szerepel, és 300 alkalommal nőként, elsősorban feleséget jelent az Isha. Ez a héber kifejezés, ugye Isha. Ugyanitt Misli példabeszédek 6-os fejezetben, 29-es vers, így szó, így van, ha valaki bemegy fele barátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt. Ismét arról van szó, ugye, hogy házasságtörést követel valaki, azonban ehhez valaki másnak a feleségének kell részt vennie ebben a cselekedetben. Erről szól. 29-es vers, ha megnézzük, a 29-es vers Isha, ugye a feleség, amit az előbb megbeszéltünk, hogy valaki másnak a feleségéről van szó. 32-es vers, ugyanitt, aki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond, aki magát el akarja veszteni, cselekszi azt. Szerintem az angol fordítás ennél sokkal jobb, hiszen arról van szó, hogy aki házasságtörést követel, az annak hiányos az értelme, ugye az bolond. És arról beszél angolul, hogy aki ezt teszi, az elrombolja, vagy lerombolja a saját lelkét. Úgyhogy nem magát veszti el, hanem a saját lelkét, erről ír, angolul jobban visszaadja szerintem. Ugyanúgy, ahogy nem a paráznaság szót használja, ugye a 32-es versben, aki azt mondja, a paráználkodik, ez a szó, míg a 32-es versben itt a na'af szó, és az isha, ugye valaki feleségéről van szó. Tehát, ha valaki házasságtörést követel valaki másnak a feleségével. 33-as pedig leírja, hogy mi a következménye, vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik. Ezért írja a 10 parancsolatban azt, hogy házasságtörést ne kövessel, hiszen annak a büntetése halál. Példabeszédek Misli 30-as fejezet 20-as vers így szól, ilyen a paráználkodó asszonynak úta eszik, aztán megtöli a száját, és azt mondja, nem cselekedtem semmi gonoszt. Ez a szó paráználkodó
ismét csak a naaf szó, ami ugye azt jelenti, hogy házasságtörő asszony, azaz asszony, arról van szó, aki férnél van, és nem pedig paráználkodásról. Hósás 4-es fejezetben szintén házasságtörésről olvashatunk, 13-as vers így szól, a hegyek tetején áldoznak, és a halmokon füstölnek, a cserfa, a nyárfa, a tölgyfa alatt, mert kedves annak árnyéka, ezért paráználkodnak a ti lányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek. Tehát ismét csak arról van szó, hogy a nők a házasságtörők, és nem a férfiak, nem azt mondom, hogy férfi nem lehet házasságtörő, férfi lehet házasságtörő, amennyiben a nő férnél van. Ezért hangsúlyozza ki minden egyes alkalommal, amikor erről beszél, hogy a nő férnél van, hiszen férnél kell, hogy legyen, hogy a házasságtörés létrejöjjön. 14-es versben megismétli a szituációt, nem büntetem meg lányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők. Ugyanúgy, ahogy az előző versszakban, ugyanúgy a következőben is megismétli, hogy a nőnek férnie kell, hogy legyen, hogy házasságtör is jöhessen létre. Mert ők maguk is félre mennek a paráznákkal és áldoznak a prostituáltokkal, de az értelmetlen nép elbukik. Érdekes módon ez a rendszer tovább folytatódik a brit károsában, az új szövetségben, ahol is továbbra is paráznaságot ír a házasságtörés helyett. Ez Máté 5-ös fejezet így szól. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál, ugye visszautal második Mózes 20-ra, illetve 5 Mózes 5-re, a 10 parancsolatra. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, azaz bujasága, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mindkét alkalommal érdekes módon ez a paráznaság házasságtörés jelent. Ugyanis ez a paráznaság a görög szó. Strong's G 3431, majhuo. És ennek ez egy ige, ugye ebben az esetben annyit jelent, mint házasságtörést elkövetni, vagy házasságtörésben lenni. Az általában a használata házasságtörést elkövetni, illetve házasságtörőnek lenni, és ismét csak kihangsúlyozza azt, hogy házasságtörést elkövetni, vagy pedig törvénytelen együtt lét valaki más feleségével, hiszen más módon nem lehet házasságtörést elkövetni, csak amennyiben a nő férnél van. A férfi állapota az ez esetben jelentéktelen, hiszen csak a nő állapota az, ami meghatározza a házasságtörést. Amennyiben más feleségéről van szó, az házasságtörés minden más esetben nem. Spirituális értelemben is el lehet követni házasságtörést, természetesen erre utal ez az utolsó eset. A Strong's definíciója is házasságtörést elkövetni, és a Héber Kádesi lexikonban szintén, ha megnézzük, a szó jelentése az, hogy házasságtörést elkövetni, vagy pedig törvénytelen együttlét valaki más feleségével. Ezt jelenti házasságtörést elszenvedni, vagy megcsalatni, ezt jelenti. Gondoltam, ha már ennyit használjuk, nézzük meg, hogy mi is a parázna szó jelentés. Ez a wikiszótár.hu, a paráznaság, ugye buja kívágyó tulajdonság, buja parázna tett cselekvés, ennyit tudunk kideríteni ebből. Nézzük meg a parázna szót. Parázna, mint melléknév, erkölcsi, nemi életet élő személy, aki hűtlen, nemi partnereit váltogatja, illetve aki más módon kicsapongó nemi életet él. Parázna fiú gyakran visz fel magához parázna lányokat buli után. Parázna lány úgy öltözködik, hogy könnyen felfigyeljenek rá. Ezt ajánlom minden nőnek figyelmébe. Természetesen a férfiaknak is, azonban öltözködés tekintetben, ami történik manapság, az obszcén. A második jelentése, erkölcstelen nemi életre jellemző viselkedés, tehát ilyen nemi élettel kapcsolatos helyzet vagy dolog, tehát erkölcstelen nemi életre jellemző
harmadik jelentés erkölcstelen nemi életről szóló és régies elavult értelemben házasságtörő személy, aki hűtlenséget követel házastársa ellen. Úgyhogy valószínűleg ez a helyzet a Károli verziókkal, hogy ebben az időben, amikor ez a fordítás készült, a paráznoság a házasságtöréssel azonos volt, míg mára már a paráznoság mást jelent számunkra. Ezért is adódhat a félreértés az emberek gondolkodásába. Azonban ez a szó mindenképpen házasságtörés jelent. Itt ugye régi értelemben a paráznoság jelentette azt, most pedig vissza tudjuk keresni az eredeti kifejezést, és ez egyértelműsíti azt, hogy ez házasságtörésről beszél, nem pedig a kicsapongó nemi életről. Azt szeretném csak bemutatni ezekkel a versekkel, hogy minden egyes alkalommal kihangsúlyozza azt, hogy házas nőről van szó. Ugyanígy Máté 5.31, Máté Jahu 5.31-es így szól, megmondott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásra való levelet. Én pedig azt mondom nékek, valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, ugye házasságtörés okán kívül, paráznává teszi azt, házasságtörővé teszi azt, és aki elbocsájtott asszonyt veszen el, paráználkodik, azaz házasságtörést követel. Ahogy azt itt látjuk, hogy a régies, elavult értelemben házasságtörő személy hűtlenséget követ el házastársa ellen. Ezért használja ezt a kifejezést, hogy paráznaság, azonban itt házasságtörésről van szó. Ugyanis ugyanaz a kifejezés szerepel itt, amit már az előbb megbeszéltük, moichao, ami házasságtörést jelent. Egy érdekes jelenet, gondolom mindenkinek eszébe jutott, a Hukkanon János 8-as fejezet 3-as vers, az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki. Adonai, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő, tehát ő férnél volt, a törvényben pedig megparancsolta nékünk Mósa, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, te azért mit mondasz? 6-os versben így szól. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, azaz, hogy leteszteljék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jehusa pedig lehajolván az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyen esetben mondanék ki, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől, kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jehusa marad vala és az asszony középen állva. Mikor pedig Jehusa felegyenesedik, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem károsztatott té téged. Azt pedig mondta, senki, Adonai. Jehusa pedig mondanéki, én sem károsztatlak, eredj el, és többé ne védkezzél. Ne azt mondja, hogy csinálj, amit akarsz, és folytasd tovább, ahogy éltél, azt mondja, hogy ne vétkezzél, hiszen a megtérés volt a lényeg. Azért jött el, hogy megmutassa az emberiségnek, hogyan kell élni. Azért kell megismernünk, hogy tudjuk, hogyan kell élnünk. Kérdés az, hogy miért nem kövezték meg? A válasz pedig egyszerű, és ez 3 Mózes, Vaikra 20-as fejezetben található. Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mint ahogy a parázna asszony, a házasságtörést, aki elkövette, mivel hogy az ő fele barátjának feleségével paráználkodik, azaz házasságtörést követel, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Mind a kettőnek együtt meg kell halni ahhoz, hogy az ítélet igazságos legyen. Ez esetben itt a Hukkanon János 8-as fejezetben azonban csak a nő volt itt, ezért engedte el, de a legfontosabb az volt, hogy megtérésre ösztönözze. Az volt a lényege, nem az, hogy meghaljon, az volt a lényege, hogy észrevegye azt, hogy bűnös életet él, és megtérjen, és visszatérjen a parancsolatokhoz. Rómaiakhoz 7-es fejezet pedig szintén megerősíti ugyanezt, ahogyan mindig is Saul vagy Pál teljes harmóniában van a Tanákkal, az Ószövetséggel, Jehusá HaMásiach szavával és a profétákkal, és szintén ebben a két versben is ez derül ki, mert a férjes asszony
míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. Még egyszer mondom, azt szeretném kihangsúlyozni, minden egyes alkalommal arról beszél, hogy a nő férjnél van. Az soha nem említi meg, hogy a férjnek milyen a házassági státusza. Mindig a nőről van szó, mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól, akkor házasodhat újra a nő, ha a férj meghalt, hiszen egy nőnek egy férje lehet. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik házasságtörőnek, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy, hogy nem lesz parázna házasságtörő, ha más férfihoz megy. A nőről van szó, ismét csak amennyiben a nő férjnél van, és más férfival van, és a férje életben van, akár együtt vannak, akár nem, házasságtörésnek minősül. A férfi státusza jelentéktelen ezügyben. Sőt, olyannyira, hogy a férfi férjnél lehet, amennyiben a nő nincs férjnél, és ez nem házasságtörés. Jeremiás, Jeremiáhu 29-es fejezet szintén ezt erősíti meg, mert igaztalanságot cselekedtek Izraelben, és paráználkodtak az ő fele barátaik feleségével. Ismét csak valaki más feleségéről van szó, hiszen ez a feltétele annak, hogy házasságtörést kövessen el az ember. És az én nevemben hazugságot szóltak, amit nem parancsoltam nékik, én pedig tudom azt, és bizonyság vagyok, ezt mondja Jahua. A lényeg azonban az itt, hogy fele barátaik feleségével házasságtörést követtek el. Ha megnézzük a Easy to Read verziót, akkor házasságtörést követtek el társaik feleségével. Hiszen ez jelenti a házasságtörés valaki más feleségével. Ezékiel 16-os fejezet, 32-es vers, te házasságtörő asszony, férje helyett idegeneket fogad el, hiszen ez a házasságtörés feltétele. Nézzük meg akkor a másik fajtáját a házasságtörésnek, a spirituális fajtáját, erre is számtalan példa van, hanem több, mint a fizikálisra, vagyis a szó szerintire. Ez Jeremiáhu, Jeremiás 3-as fejezet, ahol is így szól a 6-os vers, és mondta Jahua nékem Jósiás király napjaiban, láttad-e, amint elpártolt Izrael cselekedett? Ugye elhagyta Izrael, de el fogja mondani, hogy elment ő minden magas hegyre, ugye ezek minden magaslatok, és minden zöldelő fa alá, ez pedig a fa alatti áldozás, mint a karácsony, és ott paráználkodott, azaz, ugye már tudjuk, házasságtörést követett el. És mondám, miután mindezt megcselekedte, tér vissza hozzám, mint a férj, ugye Jahua, mint a férj, de nem tért vissza, és látta ezt az ő hitszegő húga, Jahuda vagy Júda. Ugye Izrael az északi királyság, a 10 törzs, míg Júda a déli királyság, a 2 törzs, aki Jeruzsálemben maradt egészen a 70-es római hódításig. Ennek ellenére, hogy látta, hogy hogy cselekedett Jahua Izrael, hogy szétszórta őket az asszír birodalom által, ennek ellenére tovább folytatta ugyanazt az életmódot, 8, és láttam, hogy mind a mellett is, hogy elbocsátottam az elpártott parázna Izraelt, és adtam néki elválásról való levelet. Tehát elbocsájtotta, és elválásról levelet adott neki, nem félt a hitszegő Júda, az ő húga, hanem elment, és ő is paráználkodott. Természetesen nem szó szerint értelemben van, hiszen itt népekről van szó, spirituális értelemben ír itt Jeremiás. Ugye Izrael paráznaságot követett el, Naaf, azaz házasságtörést követett el, erről szól itt, és utána pedig arról beszél, hogy Júda is paráználkodott, az pedig Zaná, mint prostituált vagy parázna. Hogyha tovább folytatjuk, 9-es vers, és lőn, hogy az ő paráznaságának hírében megfertőztette a földet, ugyanis a probléma az a paráznasággal és a házasságtöréssel, hogy a földet megfertőzteti, mert kővel és fával paráználkodott. Természetesen nem arról van szó, hogy ezekkel a tárgyakkal paráználkodott, hanem mindenféle báványokkal, mint például manapság a kereszt, vagy a iszlámban az a kő, vagy a különböző szobrok, vagy akármi.
erről beszél itt, hogy ezzel paráználkodott a spirituális értelme, hiszen ő megmondta, hogy ne legyen se magaslata, se, amiről itt beszél, ugye zöldellő fák, vagy kerteket ne ültessen, ne áldozzon különböző szobroknak, meg mindenféle báványoknak. És ez a szó, hogy kővel, fával paráználkodott, ez ismét náv kifejezés, ami házasságtörés jelent. És mindez után sem tért vissza hozzám az ő hitszegő húga, a Yahuda, az ő szíve teljességével, tehát itt is azt akarja, amit mindig, hogy tiszta szívből térjen meg hozzá az ember, hanem csak képmutatással azt mondja, Yahuwa, tehát úgy, mint ahogyan, ha nézitek a Saul, ról szóló a pár leveleiről a rómaiakhoz második fejezetben, az volt a probléma. Itt is ugyanaz, amiről Saul ír, hogy úgy néztek ki, mint hogyha ők lennének a nép, azonban nem úgy éltek, és legfőképp a szívük nem volt helyet. 11. És mondanék, ami ahol igazabb lelkű az elpártott Izrael, mint a hitszegő Júda vagy Yahuda. Menj el és kiállítsd a szókat észak felé, és mondja, térj vissza elpártott Izrael vagy Izrael. Ezt mondja Yahuwa, nem bocsátom rátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én. Ezt mondja Yahuwa, nem haragszom mindörökké, tehát vissza fogja fogadni őket. Erről szólt a megváltó működése. Csak hogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlennél lettél Yahuwához, tehát megszegte a házassági szerződést, a te hatalmasságodhoz, és szerte futottál utaidon idegenekhez, mindenféle zöldellő fa alá. És az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja Yahuwa. Ugye az, hogy mindenféle zöld fa alá, és idegenekhez futott, ez nem arról szól, hogy szó szerint házasságtörést követette, hanem arról számol be, hogy spirituális értelemben a viselkedésével házasságtörést követette. Mi az, amire itt is felszólít, térjetek meg! Tehát kövessétek a parancsolatokat. Ahogy mondtam, minden egyes oldalon erről van szó a könyvben. Szófogadatlan fiak, azt mondja Yahuwa, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. Tehát a férjükké lett és spirituális értelemben követtek el paráznaságot azzal, ahogyan viselkedtek. Hóseás szintén spirituális értelemben ír házasságtörésről a második fejezetben, első vers, pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem feleségem ő, és én sem vagyok néki férje. Hogy tüntesse el az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznaságát, emlékező paráznaságát, házasságtörést, ugye Izrael és Yahuda, de itt Izraelről van szó, ahogyan Izrael más istenek után járt, és nem követte Yahuwa parancsolatait, és ezt spirituális értelemben házasságtörésnek könyveli el. Különben mesztelenre vetköztetem őt, és olyanná teszem, amilyen a születése napján volt, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal, sőt a fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők. A paráznaság ismét csak házasságtörés jelent, hiszen a házasságtörő törésből született gyermekek, azok nem lehettek részei a gyülekezetnek. Úgyhogy itt spirituális értelemben házasságtörésről beszél. Ezékiel, Hezekiel 23-as fejezet, az egész egy nagy parabola a Izrael és Júda, Yahuda népéről, ahogyan házasságtörést és parázságot követtek el Yahuwa ellen a viselkedésükkel spirituális értelemben. Nézzük meg villámgyorsan ezt első vers, és lőn Yahuwa beszéde hozzám, ugye Ezékielhez mondván. Embernek fia volt, két asszony, egy anyának lányai. Ugye az egy anya az Jákob idézőjelben, hiszen tőle származik a 12 törzs. A két asszony pedig természetesen Izrael és Jeruzsálem, Izrael és Júda, mindjárt meglátjuk. És paráználkodának Egyiptomban, ifjúságukban paráználkodtak, ott szorongatták emlőjüket, ott nyomogatták szűzi keblöket. Ugye Egyiptomból hozta ki először őket, amikor még gyermekek voltak, mikor még fogalmuk sem volt egyetlen törvényről sem, csak keresték Yahuwát, mert ott szenvedtek, és betöltötte az ígéretet Jákobnak. A nevük Oholá, a nagyobbik Yahuda, és
bocsánat, Izrael, és húga Oholiba, és lőnek ennyi Mekké szülének fiakat és lányokat, ami pedig nevüket illeti, Samária, azaz Izrael, az Oholá, és Jeruzsálem, az Oholibá, Jeruzsálem pedig Jehuda, azaz Júda, a északi királyság, Samária és a déli királyság, erről beszél ez a két parabola, illetve a parabolák ez a két tárgya, ez a két nép. Ezért mondja azt, hogy ennyi Mekké lettek, hiszen házasságot kötött velük, ugye, ahol a 10 parancsolatot olvassuk, 2 Mózes 20, ez pontosan a házasságkötésnek a helye és az ideje. És paráználkodik Oholá oldalamon, fölgerjed a szeretőihez, a közeli Asszíria beliekhez. Ugye ez spirituális értelemben paráználkodik, házasságot tör, hiszen az asszíriaiakkal nem tud valaki házasságtörést elkövetni, csak ugye népről van szó, ezért mondja azt, hogy Samária, ezért egy népről van szó, spirituális értelemben viszont el tud valaki követni házasságtörést. Hetesben le is írja ezt, és adá magát paráznaságaiban, házasságtörésében Asszíria válogatott ifjainak, és mindazoknál, akikhez felgerjed, de minden ő báványaikkal megfertőzteti magát. Tehát spirituális értelemben elhagyta Jahuát, az ő parancsolatait, és mindenféle Baál, Astarot és az összes többi után járkált. De, sőt, az Egyiptom beliektől való paráznaságait is el nem hagyá, mert vele hált a ifjúságában, s ők nyomogatták Szűzikebrit, kiöntötték rá paráznaságokat. Tehát emellett még megtartották a pogány szokásokat Egyiptomból is, és tovább folytatták azokat. Ezért ugye száműzte őket, és ezért következett be a válás. 11-es, és látá, húga Oholibá, ugye Jahuda vagy Júda, és még gonoszabbul folytatá bujálkodását Amanná, és paráznaságait nénye paráználkodásainál. Ugye ugyanezt tette Jahuda, ez vezetett oda a végén, hogy 70-ben a rómaiak elpusztították Jeruzsálemet, és mindenkit szétszórt az egész világon. Pontosan ez a spirituális házasságtörés és paráznaság vezetett ehhez. 14. És még szaporítá paráznaságait, és lát a férfiakat bevésve a falon, káldeusok képeit bevésve vörös festékkel, kik övet viseltek derekukon, csomós süvegeket fejükön, olyanok mind, mint a szekérről harcolók, hasonló Bábel fiaihoz, kiknek szülőföldje Káldea. Tehát falra vésett képekről van szó, akikkel paráznaságot követett el, nem pedig igazi férfiakról beszél. Fölgerjed hozzájuk szemei nézésében, s bocsát a követeket hozzájuk Káldába. Tőlük tudakozódtak, hogy mit kellene tenniük, vagy hogyan kellene élniük, vagy mi a sorsuk, nem pedig az ő férjükhöz, Jahuához tértek. És eljövének ő hozzá Bábel fiai a szerelem ágyas házába, megfertőztették őt paráznaságukkal, a házasságtörése, úgyhogy tisztátalan lett miattok, s ekkor lelke eltávozik tőlük. Ugye elhagyja őket, Jahua. Mikor feltakarta paráznaságait, házasságtöréseit, feltakarta szemérmét, eltávozik az én lelkem tőle. Ez az, ami elhagyja őket, amikor az ember bűnt követel. Elhagyja őket a Ruach HaKodesh, Jahua lelke, melyet Jahusek HaMashiach küld, ugye Jahuától, maga a vigasztaló. Amint az ő nényétől lelkem eltávozott vala, hiszen ha bűnt követel az ember, elhagyja őt, Jahua, akár spirituális értelemben, akár fizikális értelemben. Ennek ellenére meg sokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúsága napjairól, mikor Egyiptom földén paráználkodott. És erről szól az egész fejezet. 29-es vers, és gyűlölséggel cselekesznek veled, ugye mindazok a népek, akik utána sanyargatták Izraelt és Judát, és mindent, mit kerestél, az összes gazdagságot elvesznek tőled, és mezítenes, ruhátlan hagynak a rabszolgák, hogy feltakartassék parázdaságait, szemérme és fajtalanságot, s paráználkodásait hozták ezeket reál, hiszen a bűn az, ami rájuk hozta ezeket a büntetéseket. Mivel, hogy paráználkodtál a pogányok után, mert megfertőztetted magad azok báványaival, spirituális értelemben. Elhagyta Jahua útját, a parancsolatokat, a Torát, az ő tanácsait, és azt, hogy ő útjain járjon. Nénéd után jártál, azért az ő poharát adom kezedbe. Ugye a két
karakter személyesíti meg Izraelt és Júdát, azaz az északi és a déli királyságot. 36-os versben pedig kristálytisztává teszi, és mondta Jahua nékem embernek fia, avagy nem ítéled é Oholát és Oholibát, ugye északi déli királyság, hirdesd nékik utálatosságaikat, mert házasságot törtek, vér van a kezeiken, és báványaikkal törtek házasságot. Tehát spirituális értelemben követtek el házasságtörést, és fiaikat is, kiket szültek valanékem tűzben áldozák, azok eledeléül, a báványok eledeléül, hiszen ez a molak, vagy moleknak az áldozat, ugye a tűzben elégetni a gyereket. Sőt, azt is cselekedték velem, hogy megfertőztették az én szent helyemet azon a napon, és szombatimat megszentségtelenítették. Tehát a szombat elég fontos számára. Remélem, hogy hasznosnak találtátok. Azt szerettem volna bemutatni, hogy egyrészt a paráznaság a 10 parancsolatban nem az erkölcstelen életmódot jelenti, hanem szó szerint házasságtörést. Ez az, amiről beszél ott. Természetesen a paráznaság, az erkölcstelen életmód ugyanúgy nem fogadható el, sem a teremtő számára, sem Jehusa HaMashiach számára, ugyanis ő a teremtő szava, tehát hogy is lehetne elfogadható, azonban szó szerint házasságtörés jelent a ne paráználkodjál. Ez az egyik, a másik az házasságtörést csak és kizárólag házas nővel lehet elkövetni, illetve házas nő követ el olyat, aki házasságban él. Amennyiben a férfi házasságban él, de a nő nem, ez mai értelemben paráznaságnak minősül, de nem házasságtörés. Ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy spirituális értelemben is elkövethetünk házasságtörést, amennyiben más hatalmaságok, istenségek után járunk, más szokásokat veszünk fel, vagy másba helyezzük a bizalmunkat, nem pedig Jahuába, akár pénz, akár munkahely, állam, szociális támogatás, teljesen mindegy. Bármi más, hit, buddhizmus, Jézus, akármi. Minden, ami nem a Jahusa HaMashiach, a megváltó által hirdetett parancsolatok és Jahua torája, az mind-mind határeset, és spirituális értelemben házasságtörés. Remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!